A Cacib Óbecse 2019 hetedik nemzetközi kutyakiállításra a múlt hétvégén az Alsó Parkba 15 országból 262 kiállító érkezett. A 347 kutya konkurenciájában, akik az FCI 10-es fajtacsoportban versenyeztek, a legszebb kutyának járó titulust a 3 éves közép-ázsiai juhászkutya Béla nyerte. Tulajdonosa az óbecsei állatorvos Zsárkó Mikalacski. Egy máltai kutya lett a második. Harmadik egy nyugacskót fehér terrier, a negyedik helyezést pedig egy tacskó nyerte. Tónás, ő a mi házi kedvencünk, közép-ázsiai juhászkutya, Béla, ez a beceneve, mivel a gyermekeink kedvence. Kiderült, hogy a kutyakiállítás legszebb kutyája is, ez már a harmadik vagy a negyedik győzelme. Az idei kiállításon a legszebb óbecsei kutyának járó titulust Mani a fiatal Dobberman nyerte, akinek tulajdonosa Milan Mátics. Mani egyúttal megnyerte a legjobban kezelhető kutya díját a junior kategóriában. Az óbecsei Angeo Setán tenyészet kutyája, az ő neve Angeo Setán Mani, 19 hónapos. Általában minden kiállításon nyer, a külföldieken is, Romániában, Magyarországon, és tenyészetünk legjobb potenciálja. A legszebb fiatal kutyának nevezték ki a 9 hónapos Miss Laika Beagle fajtájú kutyát, akinek tulajdonosa a bácsföldvári Dejan Klájics, és akinek a másik nőstény kutyája Oliva kapta a legszebb és legfiatalabb kutya titulust. Ő Miss Laika, az én tenyészetemből, tulajdonképpen a 12-13 év kemény munkájának eredménye, és végre most már komoly tenyészetünk van, és a kutyákkal mehetünk a komoly kiállításokra. Ennek a kutyának ez az első kiállítása, és már is sikert ért el. Az Óbecsei Kinológiai Egyesület a kiállítás legsikeresebb résztvevőinek serleget biztosított, tehát a faj legjobbjainak, az FCI csoport legjobbjainak, a legszebb kutya titulusért a baba, a legfiatalabb, a junior, a veterán kategóriában, valamint az FCI csoporton kívüli fajtáknak is. 7 ringben értékeltek a bírók, akik Olaszországból, Ukrajnából, Magyarországról és Szerbiából érkeztek. Az eső sajnos megzavarta a kutyakiállítást, de hát szerencsére a kutyáknak nem ártott annyira. Összességében elégedett vagyok az idei Cacibbal. Reméljük, hogy jövőre még többen eljönnek.